Szóval, körülbelül egy ilyen bő fél évvel ezelőtt volt, amikor felvettük az első DVD-t, ami az egyetlen, amit nem árulunk. És azon is táncolt, és nagyon meglepő volt már az is, de utána egy ilyen hosszú szünet után ismét táncoló közönség előtt játszhatunk, és ez nagyon nagyszerű érzéssel tölt el. Emiatt ne is játsszuk a következő számot, aminek a címe az lesz a szerelem és kar, és igazából nagyon jó, de mehet a menet? Yes, of course. Oké. Na, akkor kezdjük is.